Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, kedves nézők, a következő percekben a Mintagazdát, a Kölcsei Televízió mezőgazdasági magazin műsorát látják. Mindenek előtt nézzünk bele a mai adás tartalmába. A korai tavasznak köszönhetően jól fejlődnek az őszivetések. 125 búzafajtát mutattak be a gyulatanyai fajta kísérleti állomáson a termelőknek, ahol az őszi káposztarepce és a búza növényvédelméről is hallhattak előadásokat az érdeklődők. A szakemberek szerint jó gabona termés várható idén. A jó minőségű, egészséges élelmiszerek iránt egyre nő a kereslet a világban. Ezért egyre több termelő tér át az úgynevezett biogazdálkodásra. A Debreceni Egyetem Nyíregyházi Kutatóintézetében ezzel kapcsolatban rendeztek konferenciát, ahol a biogazdálkodás legújabb eredményeit ismertették, és bemutatták azokat a szántóföldi növényeket is a gazdálkodóknak, amelyeket az intézetben nemesítettek, és amelyek jól alkalmazhatók a biogazdálkodásban. Nem véletlenül állunk itt egy almáskertben, hiszen a május elejé viharok elég sok helyen komoly károkat okoztak a gyümölcsösökben, főleg a gyümölcsösökben. Van olyan ültetvény, amiben 50%-os kár keletkezett a jég miatt. A május eleje óta tartó csapadékos időjárás és a viharok jelentős károkat okoztak a szántóföldi növényekben, a kertészeti kultúrákban és a gyümölcsösökben. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyes területein a jég tizedelte meg a gyümölcsösöket. Van olyan almaültetvény, amelyben a termést csak léalmaként tudják majd értékesíteni, ami akár 50%-os bevételkiesést is okozhat a termelőknek. Egy héttel ezelőtt körülbelül kaptunk egy komoly jeget. Itt lehet látni az almáskertben, hogy milyen eredményt eredményezett. Körülbelül egy olyan 80 hektáros ez a kert, és ezt lehet mondani, hogy mert itt magántulajdonban vannak ezek a gyümölcsösök, mi szolgáltatást végzünk a magántulajdonosoknak, és hát itt a 80 hektáron komoly károk jelentkeztek. Itt sajnos azt kell mondani, hogy étkezési almára nem nagyon van esély, tehát itt a tulajdonképpen értékesítés az már el is dőlt, hogy léalmának fogjuk értékesíteni a kertben lévő almát. Milyen kiesést jelent ez egyébként magának a termelőknek, hiszen gondolom, hogy itt étkezési almára álltak be? Hát igen, attól függ most, hogy a léalmár mennyi lesz. Nem tudjuk, nem akarok mondani semmit, nem akarok tippet adni az Agranának, vagy azok, akik ezt felvásárolják, de azt gondolom, hogy 50%-ot alsó hangon kiesésben lehet számítani. Étkezési almában egy jó minőségű almát, egy olyan kertből direkt értékesítésre 60 forint körül el lehet adni, ez Jonathan és Idared zömmel a kert, tehát Jonathan és Idaredet lehet találni benne. Van egy nagyon kevés golden almánk is, kb. 10% a kertbe, de az elálló Idared alma és a kiváló minőségű Jonathan alma sajnos léalma, ezt 50%-ot szerintem minden gazda számíthat rá, hogy veszíteni fog. A biztosító társaságokkal, akik kötöttek biztosítást, azoknak talán szerencséjük van. Én minden magángazdálkodónak javaslom, hogy a biztosítást kössék meg. Az nagyobb biztonságot ad, mint mondjuk a kárenyhítésben esetleg, hogy mennyi lesz az az összeg, amit esetleg kifizetésre fog kerülni. Meg azt is kell tudni még, hogy aki nem köt biztosítást, alapban 50% minusszal kezd a kárenyhítésnél, tehát annyival kevesebb összeget fog kapni. Egyébként mennyire jellemző az elmúlt években az, hogy mondjuk például ebben a kertben is, vagy ültetvényben is a jégverés egyre gyakoribbá válik? Az utolsó 6-8 évben, a tavaly előtt évet leszámítva, azt lehet mondani, hogy minden éven ért bennünket valamilyen kár. Tehát tavaly előtt évnek az 50%-a volt a gyümölcsösben a termés. Tehát az a probléma, hogyha van egy komoly jég, akkor az később kihatással van a következő évre is. Itt az utolsó 10 évben nagyon komoly fagyok voltak kertekben, ez nem csak Kótaiban, hanem szerintem a megye más területén is ez hatványozottan jelentkezett. Tehát óriási fagykárok voltak, na ez visszaütött következő évre is. Aztán most sajnos ez a jégkár ez egyre gyakoribb, és próbál az agrárkamra is próbál valamit kitalálni, valamilyen módszert fognak alkalmazni, hogy kerüljenek el bennünket ezek a nagy jegek.
A termelőknek a káresemény észlelését követő 15 napon belül kell bejelentést tenniük a területileg illetékes kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságánál. A megyéből eddig közel 300 kárbejelentés érkezett, amelyet a szakemberek folyamatosan mérnek fel. A legtöbb bejelentést Tornyos Pálca térségéből kapta a hivatal. Igazgató úr, az elmúlt időszakban, az elmúlt hetek viharos időjárása kapcsán milyen kárbejelentések érkeztek a gazdálkodóktól? Hát azt tudom elmondani, hogy az elmúlt hetekben a jégesőkár volt a legnagyobb bejelentések számában. Ezeket jellemzően Tornyospálca és körzetéből kaptuk meg. Ott volt olyan viharos jégtevékenység, jégeső, ami hatalmas pusztításokat végzett mind a szántóföldi, mind a gyümölcskultúrákban. Tudunk-e akár számadatokat vagy nagyságrendeket mondani a kárral kapcsolatban? Mennyire komoly ez akár, ha úgy tetszik? Hát ezek a számadatok, én azt tudom róla mondani, hogy 300 fölött tartunk már a kárbejelentésekben, ezeknek a nagy többsége jégeső elemi kár, kaptunk még homokverésről is. Hát a gazdának, ahogy észleli ezt az elemi kárt, van egy adatlap, egy nyomtatvány, amin bejelenti nekünk az igazgatóságra. Az igazgatóság rövid határidőn belül, jellemzően 1-2 héten belül felveszi a gazdával a kapcsolatot, kimegy, megvizsgálja, természetesen értesíti a gazdát, a gazda is ott van az ültetvényénél, vagy a szántóföldi kultúrájánál, megvizsgálják, fényképfelvétel, jegyzőkönyv, a gazda, a termelő aláírja, ezt hitelesíti, és itt bent állítjuk ki a hatósági bizonyítványt, ami a november 1 és 30 között a kárelszámolás alapja lesz. Ezek a helyi viharok elég nagy kárt tettek mind a mezőgazdaság, mind a gyümölcskultúrákban. Azok a növények, amelyet a jég száraz jégként esett le, megütött és kevés csapadékkal jött, ott visszafordíthatatlan, kicsattannak a gyümölcsök, sebek keletkeznek. Az almánál azt látják a kollégáim, hogy kiheveri az alma, viszont étkezés almának már azt nem lehet eladni, tehát itt hatalmasak a károk a megyében ezzel kapcsolatban. Az elmúlt évekhez képest kevesebb kárbejelentést kapunk, de ez még így is sok. Mit tudunk még elmondani az időjárás kapcsán? Most ez a csapadékos időjárás hogyan jött akár a szántóföldi kultúráknak, akár a gyümölcsösöknek? A csapadék nagyon hiányzott már a földeknek, nagyon jókor jött a csapadék. Örültünk volna, hogyha egy kicsit több jön, de nem kellett volna, hogy szél legyen, jégeső legyen, mert ez teljesen lerontott ennek a májusi eső aranyatér szlogennek a mondandóját. A nyírség egyes területei nem a jégverés, hanem a homokverés okozott gondot. Több gazdálkodó jelezte, hogy a kelőben lévő vagy kikelt napraforgót betakarta a szélhordta homok. Összességében Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az elmúlt időszakban közel 700 hektárnyi területről jeleztek különböző mezőgazdasági károkat a gazdálkodók. Őszi káposztarepce és őszi búzafajtákból rendeztek bemutatót az elmúlt hetekben Gyulatanyán, a fajta kísérleti állomáson, ahol természetesen a szántóföldi kultúrákkal kapcsolatos technológiákról is hallhattak a termelők. A gyulatanyai fajta kísérleti állomáson többfajta őszi vetésű növénnyel is kísérleteznek a szakemberek. Ezek közül az őszi repce és a búza került a középpontba a szakmai bemutatón. A repce ültetvények nagy része a Dunántúlon található, pedig a mi térségünkben is jövedelmezően termeszthető az olajos növény. Vízigényessége miatt azonban csak olyan földeken érdemes foglalkozni vele, ahol biztosított az öntözés. Amellett, hogy könnyen értékesíthető, nagyon jó elővetemény minden más kultúrának. A repce mellett 125 búzafajtát is bemutattak a termelőknek. Az idei bemutatónak az az aktualitása, hogy a időjárás kb. 2-3 héttel előrébb jár az előző évekhez képest. Éppen ezért ez a száraz időjárás miatt a liszharmat, illetve a különböző gombabetegségek rozsda, különösen a kalászosnál, erőteljesen felütötte a kép. És éppen ezért az itt lévő gazdálkodóknak, az előadást tartó nébikes képviselők felhívják a figyelmüket, között arra, hogy mire kell nagyon figyelni. Az aktualitás még a másik dolog, hogy az itt lévő 125 fajta búzából megtekinthetik a gazdálkodók, és kiválaszthatják a nekik megfelelőt, illetve az itt elhangzottak alapján tudnak dönteni terméspotenciál, betegségek, illetve hogy melyik a jobb, illetve melyik a gyengébb fajták, mit javasolnak a szakmabeli képviselők.
Ugye most már hagyományos évek óta megrendezésre kerülnek ezek a szakmai napok. Mi a tapasztalat az elmúlt évek során, milyen tapasztalat anyag vagy ismeretanyag gyűlt fel, amit aztán a gazdálkodók nagyon jól tudnak alkalmazni ezeknél a növényeknél? Nagyon pozitív a vízhang, mivel ugye eddig ugye 23 éve megy a burgonya bemutató. Az elmúlt évekhez képest kukorica napraforgó, illetve tavaly kezdtük el ezt a búza repce bemutatósort, de nagyon-nagyon pozitív volt a tavalyi visszajelzés, és a mostani alapján is 95 látogató van most, akik regisztráltak, úgyhogy nagyon-nagyon meg vannak elégedve a látottakkal, illetve mindenkinek, tehát az itt elhangzottakból mindenki tud valamit kapacitálni, úgy a növényvédőszégeknek nagyon jó partnereket találnak, újakat, a gazdálkodók azért, hogy új kondíciál növényvédő szereket, terméshozammal növelő szerekkel tudnak gazdagodni. Egyébként mit tudunk elmondani, miért fontosak ezek a fajta kísérletek, amelyek mondjuk itt a gyulatanyai kísérleti állomáson történnek? Ez azért fontos, mivel a nébik, ugye ez több helyen állít be kísérletet, Dunántól lintve Tiszántúlon, és egy fajta másképp viselkedik egy dunántúli tájon körzetbe, akár egy debreceni Löszárton, mint itt nálunk Szabolcsban, és ezért is nagyon fontos, hogy itt élőkében látják a fajtákat. Ez egy 25, tehát egy jó közép kötött föld, közép koronában rendelkező, tehát nem csúcsminőségi föld, nem a leggyengébb, és éppen ezért a gazdálkodók hűképet tudnak látni, hogy tehát be tudják azonosítani az ő tájközvetikben lévő fajták, hogy melyik, amik nagyon megfelelnek. Ezekhez a fajtákhoz hogyan juthatnak hozzá egyébként a gazdálkodók, akik mondjuk itt megbizonyosodnak arról, hogy mondjuk náluk optimálisan termesztetőek ezek a növények, hogyan tudnak vetőmagot beszerezni? Úgy tudnak vetőmagot beszerezni, hogy amikor kimenjünk a kísérleti parcellákról, ott fel vannak tüntetve a cégek, amiket forgalmazzák, itt vannak a cégeknek a képviselői, tehát a vetőmagforgalmazó cégeknek is, és egyből kontakt nexusba kerülnek velük, és így egy az egyben meg tudják velük beszélni ezeket a dolgokat. Őszi káposzta recével el kell mondani, hogy általában tehát öntözött körülmények között javasolják, mivel hogyha a vetésnél, tehát az augusztus-szeptemberi vetés, azért mondom, azért említem az augusztus, mert nagyon sokan már akkor vetik, ott nincsen megfelelő csapadék, akkor ugye a repce az nem tud kikelni, tehát általában öntözött körülmények között javasolják, mint minden kultúrát. Nekem az összes földterületem öntöző van, tehát én azért tudom javasolni. A másik dolog, hogy a repce nitrogéngyűjtő növény, tehát nagyon jó elővetemény mindennek, tehát búzától kezdve kukoricáig mindennek, és úgy mondják a szakemberek, hogy a búzánál egy repce elemétén plusz 5-10 mázsát jelent. Ezek a rendezvények azért fontosak, mert az amúgy is elfoglalt világunkban néha a szakembereket, egy-egy szakterületnek az embereit, termesztőket, kutatókat, tanárokat és sorolhat érdeklődőket egy fedél alá hozza ez a rendezvény, hál' Istennek, és a legújabb információkat kapják meg egy-egy növényfajról, vagy egy-egy növénycsoport állásáról. És érintve lesznek, azt hiszem, a szakigazgatás által végzett munkálatok is, amely közérdeklődésre tartott számot. Mit tudunk elmondani az utóbbi időben, mennyire gyorsultak fel azok a folyamatok, amelyek a különböző akár növényvédelmi technológiákkal foglalkoznak, vagy termesztési technológiákkal, és hogy lehet eligazodni most már ebben a világban mondjuk egy termesztőnek? Csak úgy lehet eligazodni, az ember információkat gyűjt. Legyen az a számítógépes információk halmaza, de legyen szakirodalom, naprakész szakirodalom, és a könyvekből lett. Azon kívül ezek a fajta rendezvények. Itt emberek emberekkel találkoznak, beszélgetnek problémáikat, mint a régi világban is, kicserélik egymással, tanulnak egymástól, tanácsot adnak egymástól, egy-egy sarkalatos pont megoldását illetően. Ezért is nagyon szükséges ez a fajta, úgymond, tanácskozás. Na most, hogy hogyan lehet eligazodni még részletesebben? Úgy lehet eligazodni, hogyha az ember tanul. Tanulni is kell. Tehát könyvet, hogy olvasok meg, olvasom a lapokat, az egy dolog. Tanulni kell, állandóan fejlesztenie kell magát. Ugyanis hatalmasak a növényvédelem. Olyan gyorsan változnak a peszticidek a növényvédelemben, hogy szinte követni lehetetlen. Ezért a gazdának, a termelőgazdának. Ezért is kell részt venni ezeken a tanácskozásokon. De mondhatom így a tápanyagokat illetően is. Egy-egy technológiát, újat vezetnek be. A nyugati világ, a globalizált világnak itt van mindenféle szegmense, tehát ezeket meg kell ismerni, be kell vezetni, vagy szükség esetén félre kell tenni, mert lehet, hogy nekünk jobb van. Ezeket a fajta információkat gyűjti be itt ilyen tanácskozáson a szakember, és alkalmazza.
A megyei agrárkamara elnöke szerint a szakmai bemutató alkalmat teremt arra is, hogy a gazdálkodók aktuális információkat szerezzenek a szakhatóságoktól, az őket érintő feladatokról, vagy éppen a pályázati lehetőségekről. Rácz Imre azt is elmondta, hogy jelenleg is kereslet mutatkozik a világpiacon a búza iránt, éppen ezért jó áron értékesíthető a kenyérnek való gabona. Nyilván ezen a bemutatón olyan növényeket látunk, ami az optimális ellátottságban van, úgy tápanyagból, mint növényvédő szerből. Erre is felhívják itt a figyelmet, hogy aki termelni akar, akkor annak a saját maga környezetében itt mindent meg kell tenni, nem kell a véletlenre bízni semmit. Egyébként mi a tapasztalat akár a szántóföldi kultúrákban, akár a gyümölcsösökben a növényvédelem hogyan játszik szerepet mondjuk akár a terméshozamban, akár a minőségben? Hát a minőségben egyértelmű, hogy a növényvédelemnek minden pontját teljesíteni kell, ugye, mert olyan árut lehet most a piacra vinni, ami első osztályú áru, így szerintem a megyei gazdálkodók is ezt már tudomásul vették, és olyan árut igyekeznek termelni, ami a piacon értékesíthető. Ennek mindent megtesznek, vagy ennek mindenki mindent megtesz annak érdekében, hogy ez így legyen. Ha már itt tartunk, akkor egyébként a piacról mit lehet elmondani a őszi káposzta, repce és a kalászosok esetében? Milyen piaca van jelenleg ezeknek, akár a világban, akár a belső piacokon? Hát hál' Istennek most úgy tűnik, hogy ezeknek van piaca. A búzára, vagy az olajra gondolok is most a közepesnél valamivel magasabb a világpiaci ára is, és kereslet mutatkozik jelenleg is a búza iránt. Elnök úr, az Agrárkamara hogyan tud részt venni ezekben a rendezvényekben, illetve miért tartja fontosnak, hogy részt vegyen ilyen fajta bemutatókon, illetve olyan rendezvényeken, ahol a szakma találkozhat egymással? Hát én nagyon fontosnak tartom, hogy ilyenkor tudunk találkozni közvetlenben a gazdálkodókkal. A gazdálkodók is nagyon várják ezeket a lehetőségeket. Én is itt a beszámolóban egy kicsit restelkedve, hogy egy évvel ezelőtt találkoztunk. Hát nyilván ezekkel az emberekkel itt másokkal máshol, mert azért szinte nem múlik el hét, hogy valahol ne legyen valami gazdatalálkozó, de ezt még inkább sűríteni kellene. Hál' Istennek a megyei szinten sikerült azt az álmomat, vagy a kamarának az álmát is megvalósítani, hogy aki ebben az ágazatban érdekelt, úgy a megyei főhivatal, vagy a megyei főnövelésügyi igazgató, MVA, vagy kamara vezetői egymásra találkoztak, talán már nem is mint cégvezetők, hanem barátok. Ez egy olyan érték számomra, ami szerintem ebből a megyéből is, vagy az országban is hiányzik, hogy akinek egyfelé kellene tolna azt a szekeret, azok fogjanak össze. Én most kiemeltem, hogy talán a legnagyobb siker a mi megyénkben az, hogy most összefogtunk és egyfelé akarunk haladni. Első látásra a mi tevékenységünk szorosan nem kapcsolódik egyfajta bemutatónak a témaköréhez, azt gondoljuk. De amikor egy növénytermesztési technológiát ki kell szolgálni gépekkel, gépberendezésekkel, szállítójárművekkel, és ezt hatékonyan kell működtetni annak érdekében, hogy a újítások a növénytermesztési technológiában valóban azt az eredményt hozzák a gazdák számára, amit ők terveznek, vagy amit ők várnak ettől a tevékenységtől, akkor nagyon fontos, hogy a gépüzemeltetést és a szállításnak a tevékenységét előre gondolják végig, pontosan mérjék föl, hogy milyen önköltségi szinten dolgoznak most, milyen gépparkkal dolgoznak most. Ha pályáznak vagy beruháznak saját erőből, akkor tervezzék végig a tevékenységi láncolatot. Ezt a szolgáltatást mi teljesen természetesen ingyen biztosítjuk, sőt ambicionáljuk a gazdálkodókat, hogy vegyék igénybe az ilyen jellegű szolgáltatást, gondolkozzanak előre, és ennek megfelelően állítsák össze a saját maguk gépsorát, gépüzemeltetését, valamint ismerkedjenek meg közvetlenül előre azokkal az újításokkal, ami még a magyar mezőgazdasági termelő tevékenységben nem ismertek. A szakmai előadásokon az is elhangzott, hogy a kísérletek tapasztalatai azt mutatják, hogy 5-10 mázsával több búzatermést eredményez, ha a repcét használnak a gazdák előveteményként. A gyulatanyai bemutatón az őszivetésű növények növényvédelméről is hallhattak előadásokat az érdeklődők. Nagyon sok vita van most arról, hogy műtrágyát használjanak-e a mezőgazdaságban, ne használjanak a mezőgazdaságban. Mit tudunk elmondani, miért szükségesek ezek az anyagok ahhoz, hogy megfelelő termést takarítsanak a gazdálkodók? Igazából azt azért tudni kell, hogy a növények azok szervetlen anyagokból építik fel a saját szerves anyagaikat. Tehát ebben különböznek a mondjuk a
állatoktól, emberektől, gombáktól, stb. Tehát ebben másak, tehát nekik szervetanyagokra van szükségük, és ezek a szervetanyagok egyrészt ugye a levegőből, a széndioxid egyebek, illetve ami nagyon fontos, a talajból származó ásványanyagok. Na most az ásványanyagok nagyon sokszor a talajban kevés van, vagy nem megfelelően felvehetők, és tudunk ezeken segíteni, hogyha mondjuk olyan bányákból származó ásványanyagokat viszünk be, amik szintén tiszta hatóanyagok, és ezeket akár gyökéren keresztül, de akár levélen keresztül is beadhatjuk. A levélen keresztüli bevitel azért nagyon fontos, mert sokszor probléma van a gyökéren keresztüli felvétellel, illetve egyéb stimulációs segítséget tudunk adni levélen keresztül. Itt nagyon gyorsan be lehet juttatni a tápanyagokat, nagyon hatásosan, viszont sokkal kevesebbet lehet bejuttatni így. Tehát igazából ez csak egy jelzésértékű bejuttatás a növény számára, hogy mit csináljon, mit szeretnénk tőle elvárni, és abban az irányban fog a növény tovább dolgozni. Beszéljünk arról, hogy említette, hogy gyakorlatilag ezt a fajta lomtrágyát itt is már kipróbálták, vagy kísérleteznek vele. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan a beszerzett információk szerint ezek az anyagok, amikkel a növényeket kezelik, folyamatosan változnak, tökéletesednek? Tehát arra vagyok kíváncsi, hogy mondjuk egy ilyen kísérlet mikorra hozza meg a várt eredményét. Ez egy elég jó kérdés. Van, amikor szinte azonnal. Tehát, hogyha egy olyan termelőnél jelentkezik egy eredmény, aki ő maga is tényleg termel nagy mennyiségben akkor, és jó eredményeket tapasztal, gyakorlatilag azonnal átvált egy ilyen termékcsaládra. Ott, ahol mondjuk így a forgalmazók mellé állnak és látják az eredményeket, akkor folyamatosan ezeket gyakorlatilag javasolják is. Minden helyzetben szinte lehet mondani, és akkor azonnal elterjed. És vannak olyan területek, ahol egy kicsit mindenki mondjuk így, hogy tamáskoda, vagy kicsit nem hiszi el, mert ugye ilyen jellegű termékből, vagy ami azt mondhatjuk, hogy lomtrágya, hihetetlen mennyiségű van a magyar piacon. Tehát, hogy éppen melyik mellé állnak a termelők, az mindig az dönti el, hogy ott van-e a termék, amikor kell, javasolják ezt, amikor kell, és tényleg a tapasztalatok megfelelőek-e, amikor használják. Biotermesztőknek rendeztek konferenciát az elmúlt hetekben a Debreceni Egyetem Agrártudományi Intézetének nyíregyházi kutatóállomásán, ahol többek között az is elhangzott, hogy a területek nagyságát, mármint a biogazdálkodásra alkalmas területek nagyságát a közeli években legalább kétszeresére szeretné emelni a kormányzat. A biogazdálkodás több szempontból eltér a szokványos, az úgynevezett ipari mezőgazdasági termeléstől. Nem szennyezi a talajt és az élővizeket mérgező vegyületekkel, a biológiai sokrétűség fenntartására törekszik, a növény és az állatvilágban egyaránt. Igyekszik a talaj szerkezet és a talajban élő szervezetek egyensúlyának fenntartására. Míg a szokványos gazdálkodásban a károkozók elleni védelem érdekében rovarölő és gyomirtószereket használnak, addig a biogazdálkodásban a megelőzés a főszerep. Ezért például nem szabad olyan növényeket egy területre egymás után ültetni, amelyeket azonos kórokozók pusztítanak. A Debreceni Egyetem Nyíregyházi Kutatóintézetében rendezett konferencián megismerhették a biotermelők azokat a nemesített szántóföldi növényeket, amelyeket a saját gazdaságukban is haszonnal tudnak termelni. Én azt gondolom, hogy az egészséges élelmiszer előállítás mindenféleképpen egy nagyon fontos lépés az egészséges életmód felé, és ennek nagyon-nagyon fontos szereplői a gazdák, akik biotermesztést végeznek, és az általuk előállított termékek piacra kerülésével én azt gondolom, hogy egy igen komoly segítséget nyújthatunk a mai világban, amikor azt gondolom, hogy nagyon sok probléma van a táplálék minőségével. Tudunk arról valamit mondani, hogy körülbelül milyen arányban van jelen a hazai mezőgazdaságban a biotermesztés? Tehát mondjuk vagy területnagyságra, vagy mondjuk mennyien foglalkoznak ezzel a fajta mezőgazdasági tevékenységgel? Magyarországon körülbelül egy olyan 150 ezer hektárnyi területen végeznek biotermesztés, illetve átállás alatt lévő területek vannak. Ez a tendencia jelenleg stabilizálódik, egy dinamikus növekedésen vagyunk túl, de reményeink szerint ez a növekedés továbbra folytatódni fog. Mennyire vannak kapcsolatban azokkal a szervezetekkel, akik egyébként a biotermesztőket próbálják összefogni? Mert ugye mi is beszámoltunk már arról korábbi adásainkban, hogy egyre inkább úgy gondolják, hogy ez a jövő útja, a bioélelmiszer termesztés. Intézetünket 1927-ben alapították, és jellemzően nagyon gyenge adottságú területekre adaptált növényfajták nemesítésével foglalkozunk. Ez azért is előny, mert az adaptív fajták a biotermesztésben is jobban megállják a helyüket, illetve olyan speciális növényfajokat, fajtákat nemesítünk, amit hazánkban
csak itt folyik ezeknek a növényeknek a nemesítése, például puhánka, ami szintén biotermesztők számára kifejezetten ajánlott, vagy a köles fajtáink, ami szintén biotermesztők által kedvelt, de nem sorolnám fel a többi 19 növényfajt. Látszik, hogy egy igen komoly biodiverzitás az, amivel dolgozunk, és ezt a jövőben is fenntartani, illetve fejleszteni kívánjuk, és a biotermesztők számára elérhetővé tenni. A gazdálkodók szerint a biogazdálkodás egy életforma, amely eltér az ipari termeléstől. Ez egy egységet képező gazdálkodási forma, amely az alapanyagtermeléstől a feldolgozáson át a késztermékig terjed. Éppen ezért költségesebb és több kézi munkaerőt igényel. A kormány elkötelezett az ökogazdálkodás területén, ezért a jövőben is támogatni fogják az ilyen gazdaságokat. A biogazdálkodás a természetszerű gazdálkodásnak a része, és hát kizárt a peszticidek használata mindenképpen, és ehhez egy komoly elkötelezettség kell. Ez a biogazdálkodás, ez egy életforma, ez egy olyan szemlélet, ami a nagyüzemi termeléssel szemben álló, más irányt vevő, a természethez közálló, mint már említettem, és egy egységet képező gazdálkodási forma, növénytermesztés, kertészet, állattenyésztés, feldolgozása a termékeknek, mert a bióba nagyon fontos, hogy az ismert általunk megtermelt nyersanyagot feldolgozzuk, és úgy értékesítjük, így a keveredés meg a hamisításnak a lehetősége kizárt, tehát védjeggyel ellátva, saját piaci hálózaton keresztül értékesítjük a termékeket. Egyébként meg úgy gazdaságos a termelés, hogyha a földtől az asztalig végezzük a munkánkat, és hát ez a szemlélet, ez úgy látszik, hogy nagyon lassan kezd a köztudatba átmenni. Az általános támogatás megvan, ugye az alaptámogatás, amit a földalapú támogatásnak nevezünk, az állatokra szintén megvan a különböző támogatási rendszer. A biogazdálkodásnak a támogatási módja, támogatási rendszere most van szervezés alatt, kialakítás alatt, hogy versenyképessé lehessen tenni ezeket a termékeket a piacon, és hát hogyha mindent számba veszünk, amiket eddig elmondtam, egyértelműen a biogazdálkodás javára billen a mérleg nyelve, tehát ugye a nagy multirendszerek, amelyek ugye működnek, azok ellen ugye nem könnyű megfelelő információkkal, megfelelő értékmérő tulajdonságok közreadásával felvenni a versenyt, de nincs más út, mint hogy ezt megtegyük. A rendezvényen az is elhangzott, hogy hazánkban jelenleg körülbelül 150 ezer hektáron folytatnak biogazdálkodást, amelyet a következő években szeretnének 350 ezer hektár fölé fejleszteni. A szakmai előadások mellett a gazdálkodók megtekinthették a kutatóintézetben termelt növényfajtákat is. Kedves nézők, az elmúlt percekben a Mintagazdát, a Kölcsei Televízió mezőgazdasági magazin műsorát látták. Ezzel az összeállítással legközelebb egy hónap múlva jelentkezünk. Addig is minden jót, viszontlátásra!